Úti könyvek, egyenpólók, sajtóakkreditáció. Csak néhány dolog, ami két kiváló kollégánk bőröngyében biztosan ott lesz majd a jövő héten. Ekkor indul ugyanis útnak a Győr Plusz Média sportszerkesztője és fotóriportere a riói ötkarikás játékokra. Nagy Roland már gyerekként is eljátszott a gondolattal, hogy milyen lehet eljutni egy ekkora világversenyre. Úgy tűnik, hamarosan teljesülhet az álma. Sportoltam is, de mellette én mindig úgy gondoltam, hogy valami ilyesmivel kellene foglalkozni, újságírás, sportriporteri szakma, az nekem mindig nagyon tetszett. És hát ennek a csúcsa meg az, hogy te ott vagy valamilyen sportágnak a világbajnokságán, nyilván egy foci világbajnokság ezek közül a legnagyobb, és aztán ott van az olimpia, a versenyek versenye, az mindennek a csúcsa. Hogyha egy sportoló ebbe gondolkodik, hogy egy pályafutást hogyan lehetne megkoronázni, akkor nyilván egy sportriporter is. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy óriási lehetőség, és gondolom, hogy egy óriási élmény is lesz. Roland folyamatosan készül, lapozgatja a különböző útikönyveket és az olimpiai történettel foglalkozó írásokat, de már a kintartózkodó ismerősökkel is felvette a kapcsolatot, hogy minél több információhoz jusson a kinti léttel kapcsolatosan. Mivel a játékok második hetére érkezik, ezért nyilvánvalóan az abban az időszakban folyó versenyekre fókuszál majd fotós kollégájával együtt. Amire mi kimegyünk, addigra az úszás nagy része az lezajlik, de maradnak még győri úszókként, tehát velük minél több interjút szeretnénk csinálni, egy kicsit valahogy hangulatot átadni, mi az, ami történt velük, aztán, hogyha már lementek a versenyek, akkor mi az, ami történik velük, tehát ők hogyan élik meg az olimpiát, hogy úszókkal, kajakosokkal, aztán abban az időszakban lesz majd még, ahol én nagyon sokra számítanék a vízilabda, úgyhogy lesznek olyan versenyek, ahol mindenképpen a magyar sikerek ott van, tehát a lehetőség ott van, hogy óriási magyar sikerek születnek. Mi ezeket néztük ki elsősorban magunknak. Ez pedig már a Győr Plusz Média éles szemű fotóriporterének asztala. Marcali Gábor éppen egy utolsó, kisebb szervíz után pakolja el fényképezőjét. Szükség is volt az apró javítgatásra még Rio előtt, hiszen szeretné a nagy győri sporteseményeken megszokott minőséget hozni az ötkarikás játékokon is. Át kell gondolni, hogy mit vigyen az ember, azért nyilván súlyban, méretben, helyben nagyon meg kell gondolni, hogy mi az, amit itthon hagyok, mi az, amire ott szükségem lehet. Ezután pedig lényegében egy sportesemény ott ugyanúgy zajlik, mint itt nálunk, csak nyilván sokkal nagyobb lesz a körítés, sokkal nagyobb világsztárokat tud az ember lefotózni, és sokkal látványosabb lesz az egész, én erre számítok. Fotós kollégánk a világsztároknál is jobban örülne annak, ha éremmel a nyakukban örökíthetne meg minél több magyar sportolót. Bízom abban, hogy nagyon sok olyan eseményre ott tudunk lenni, ahol a magyar érdekeltség lesz. Reménykedem, hogy tudok olyan magyar sportolókat lefotózni, akik érmet is szereztek, illetve majd reménykedünk, hogy esetleg nem csak az olimpiai falu, illetve az olimpiai létesítmények és a sporteseményeken tudunk részt venni és betekintést nyerni ebbe az egész, úgy mondjam, idézőjelben őrületbe, ami ott fog zajlani, hanem el tudunk jutni esetleg egy-egy olyan pontra a városnak, ami tényleg egy világhét csodájába is beletartozik. Ha a világ hét csodája nem is, de életük egyik legmeghatározóbb, legnagyobb és legemlékezetesebb élménye vár Rolandra és Gáborra. Vélhetően azok is közelebb kerülhetnek általuk az olimpiához, akik a Győr Plusz Média felületeit böngészik, hiszen friss és exkluzív riói beszámolókat szállítanak majd a helyszínről augusztus 14-e és 21-e között.